Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita atya vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog hivatás adása. Mai vendégem Csókai Károly atya. Károly atya, Isten hozott! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon köszönöm, hogy megbíztatok bennem és meghívtatok. Ezt a hivatásadást úgy kezdjük, hogy a fiatal Csókai Károly, aki keresi a hivatását, oda jönne hozzád a mostani Csókai Károlyhoz, hogy mit javasolsz, mit tegyek? Te mit mondanál a régi magadnak, aki még 1950 előtt kereste az útját, kereste a hivatását? Mit mondanál most egy hivatásod kereső Csókai Károlynak? Hát... ez egy elég nehéz kérdés számomra, mert már nagyon régen volt. Igen. Nehéz visszaemlékezni, de én a kolozsvári jezsuita gimnáziumban tanultam. Ugye szüleim azok iparos emberek voltak, nagyon el voltak foglalva a munkájukkal. Hajnalban keltek, és egész este 9 óráig néha dolgoztak, megállás nélkül. Pontosan emiatt, hogy a szüleim nem tudtak velünk foglalkozni gyerekekkel, a végemben 5 voltunk gyerekek a családban. Ti 5 voltatok. És hát ugye a szülők ezért elküldtek bennünket a jezsuitákhoz, Kalocsára. Ami érdekes volt, és jól éreztük magunkat. Ez egy gimnázium volt. A gimnáziumban, igen. Bentlakó voltam. Ugye messze, ugye Moson, Magyaróvár volt a szülőknek a helye, Kalocsa pedig hát a ország másik végén volt. Az első évben Tomka Ágoston atya, az volt a lelki atyám. Igen? Igen. Nagyon megszerettem őt, mert ő is szeretett bennünket, gyerekeket. Uh-huh. Nagyon kedvesen tudott velünk elbeszélgetni. És roppantul sajnáltam, hogy őt elhelyezték Kalocsáról, és csak 1 évet tudtam vele együtt lenni. Nem találtam másik ilyen jezsuitát, mint a Tomka Ágoston atyát. Ő nagyon megfogott bennünket. Hát utána jött akkor Páter Cserjés, hát az is egy nagyon jó barát volt, de nem tudta adni azt, amit Tomka Ágoston tudta. És Károly atya, te rögtön érettségi után beléptél? Én nem léptem be, hanem ugye a szüleim, azok arra gondoltak, hogy nekem kell átvenni a húsipart tőlük. Uh-huh. És akkor azt gondolták, hogy a legjobb lesz, hogyha vagy közgazdasági tanulmányokat végzek egy iparnak a vezetéséhez, vagy pedig, mivel húsiparról van szó, amiben különböző ugye, húsipari termékeket készítenek, nagyon jó lenne, hogyha a vegyész diplomát szereznék. És akkor hát én számomra egy kérdés volt, hogy hát mit választok tulajdonképpen, mert már éreztem úgy fiatal koromban, mintha az Úr Jézus arra hívna engemet, hogy szenteljem neki az életemet, az ő országát építsem. És esetleg, hogy elmegyek világi papnak, vagy esetleg elmegyek jezsuitának. Szóval akkor már ott Kalocsán már bennem volt ez a gondolat, hogy az Úr Jézus hív engemet. Ugyanakkor megvolt a szüleim iránti elköteleződés, hogy nekem az ipart, az ő munkájukat át kell vennem. És ezért elmentem, és akkor ugye fölvettek a Pázmány Péter Tudományegyetemre a vegyészeti szakra. Miután befejeztük a tanulmányokat, akkor Erdély Grusz Tibor volt a fizikai kémiának a professzora, és ő meghívott az intézetébe, hogy legyek ottan, mint demonstrátor. Ott összejöttem valahogyan egyik taggal, aki Hangos István nevű volt, és akkor még elkezdett velem beszélgetni, és mondotta, hogy hát mi tulajdonképpen egy keresztény csoporthoz tartozunk ebben a pogány környezetben, és hát gyere el hozzánk, nézd meg, hogy kik vagyunk. És akkor elmentem ebbe a csoportba, ahol voltak körülbelül 6 vagy 7, nem is emlékszem rá pontosan, de mindenképpen mi egy keresztény Magyarország
előkészítés akarunk dolgozni. Megvolt az a veszély, hogy lefülelnek bennünket, és akkor börtönbe is raknak, mint összeesküvőket. Elhatároztuk, hogy elmegyünk külföldre, mert itt Magyarországon veszélyben vagyunk. És te hova mentél? És a kollégák úgy döntöttek, hogy menjünk a Löweni Katolikus Egyetemre. Az egy jó egyetem, jó nevű egyetem, és ott is lehet ugyanezt folytatni. Te ott léptél be Belgiumba. És akkor Belgiumban, ugye, mikor egyszer úgy jöttem hazafelé, ott volt egy nagyon szép harangjáték, és ez a harangjáték ez úgy megütött engemet, hogy mi is az én hivatásom. És akkor mindenképpen az volt a hivatásom, hogy a Jóisten szolgálatára adjam magamat. De hogy milyen úton, hát azt még nem láttam világosan. Ha nem tévedek, Herceg Ferencnek volt egy könyve egy bányamunkásról. És akkor azt gondoltam, hát milyen jó lenne lemenni egy bányába, és ott ezeket a bányászokat Istenhez vezetni. Szóval ez volt az első hívás, hogy elmenni a bányába. És, és akkor megmondtam a professzoromnak, hogy én úgy érzem, hogy a Jóisten engemet arra hívja, hogy őt szolgálja. És szépen elbúcsúztam tőle, hát azt mondja, nagyon jó szándékod van, hát akkor menjél, ugye. Sajnálom, hogy miért, de hát, ha így van, akkor menjél, kövesd, amit az Úr mond. Elengedett. Elengedett. És akkor Liège-be mentem, az volt a nagy bányaváros, és ott mindent elintéztem, hogy vegyenek föl, mint egyszerű bányászt. Ugye. És akkor már úgy volt, hogy megyek le másnap a bányába, de este megjelentek a rendőrök, és kérték az irataimat. Én nem tudom, hogy tudták meg, hogy ott vagyok, de hát valahogyan megtudták, és nem tudtam odaadni az irataimat, mert nem volt se vízumom, se semmim, ugye. És akkor ottan hát azt mondja, hát nincs semmi, engedély nélkül jöttél be, gyerünk a börtönbe. Mikor megtudták, hogy Németországban már jöttem ide, egyszerűen átdobtak Németországba. Azok pedig szintén börtönbe raktak, mert engedély nélkül jöttem be Németországba. Jó ég. Úgyhogy ez kalandos dolog volt, de a német börtönök jobbak voltak, mint a belgák. Tiszták voltak, és le lehetett feküdni egy pricsre, nem a betonpadlón körülött aludni, úgyhogy jobb volt. Akkor a bíró azt mondta, hogy neked nagyszerű céljaid vannak, téged szabad lábra helyezünk azonnal. Az első gondolatom mindjárt az volt, akkor újba lemegyek Belgiumba, hogy csatlakozom a kollégákhoz, ugye, akikkel együtt voltam. És újból neki vágtam. És akkor az állomás rendőrség látta az én sáros cipőmet, akkor azonnal lefogtak, mert a belgák nagyon vigyáznak a tiszta cipőre. És honnan jöttél te? Mutasd a papírjaidat, nem volt semmi papír. Akkor meg újból lefogtak a belgák, ezúttal elvittek a francia határa, és akkor Franciaországba loptak át. És akkor elküldtek a magyar menekültügyi irodába. Ott az a Bencések vezették, a Gácsér Imre, ő vezette az irodát. Hogy emlékszel a nevekre? Igen, hát emlékszem rá, hogy ezek hogy megragadtak, mert ezek nagy jelentőség dolgok voltak. Ugye, amikor az ember ott van egy nagyvárosban, semmit nem tud, semmit nem lát, persze, akkor persze. Sokat jelent, mikor jól fogadják. A Gácsér Imre azt mondta, hát nézd, Karcsi, neked valami munkát kell szerezned, hát valamiben meg kell élned. Úgyhogy én keresek neked munkát. És elhelyezett egy grófnál, ugye, de Richemont nevű grófnál, és ottan, ugye, komornyikja lettem. Ez volt a munkám. Azt jelentette, hogy felszolgálni kellett a gróf úrnak, ugye, délbe fehér ruhába öltözve, és akkor ugye, bevásárlásnál kellett segítkeznem, mert a konyhába kellett segítkeznem a szokásnének. Láttam, hogy ennek nincs semmi perspektívája, hogy én ezt a gróf urat szolgáljam. Nagyon szerettem őket, mert jók voltak, szóval rendes, jó emberek voltak. De megmondtam nekik, hogy én beteg vagyok, nekem tüdőbetegségem van, én nem tudom már tovább vállalni ezt a munkát. Nagyon sajnálták, hogy te már beletanultál itt mindenbe, és most itt hagysz. Igen, igen. De fájó szíve, de... El kellett menni. El kellett menni. Ugye, hát, úgy megerősödött bennem az, hogy választani kell, hogy hová fogok menni.
mit akar a Jóisten tőlem? És akkor találkoztam Rezek Román atyával. Bencés atya volt. Azt mondta nekem, nézd, ha te így gondolkodol, akkor legjobb, hogyha bemész valamelyik szerzetes rendbe. Ő tanácsolta. És akkor ő tanácsolta, menjek el a ferencesekhez, menjek el a verbitákhoz, menjek el a jezsuitákhoz, és még egyhez, domonkosokhoz. Okay, szóval mind a négy helyre elmentem, és mindenütt elbeszélgettek velem egy kicsit. És meg is látogatta mind a négy mind helyet. Mind a négyet, igen, elbeszélgettek velem egy kicsit, és jól fogadtak. Úgyhogy végül a jezsuitákhoz mentem utoljára, és akkor megerősödött bennem az, hogy nekem a jezsuitákhoz kell mennem. Miért? Mi erősödött meg? Hát benne? Nézd, azért, mert én jezsuitáknál tanultam. Ismerős volt. Jezsuita gimnáziumban. Uh-huh. Ugye, és hát ott már éreztem egy kicsikét a hivatást, uh-huh. ugye? Uh-huh. És akkor erre visszagondoltam, és azt gondoltam, nekem itt a helyem. Uh-huh. A Jóisten idejében. Hogy helyeden érezted magad ott. Igen, helyben éreztem uh-huh. magamat, igen. Na most a jezsuiták közül, a francia jezsuiták, azok kikérdeztek, ugye, megvizsgálják a tagokat. De azt mondták, hogy a magyar provinciális, magyar tartományfőnök most fog megérkezni ide, jelezte, hogy érkezik, mert itt neki dolga van. Hát beszélj vele, aztán ti majd eldöntitek, hogy mit csináljak, uh-huh. ugye. Uh-huh. És akkor valóban Páter Reisz elemér megjött. És akkor hosszasan elbeszélgettem vele, hogy hát vegyenek föl engemet a jezsuita rendbe. Uh-huh. És akkor kértem tőle. És akkor azt mondta, hát nézd, én nem tudok most erre neked hirtelen válaszolni, nekem ezt a dolgot meg kell beszélni a Jóistennel, és neked egy hét múlva majd küldök egy levelet, amiben megírom, hogy fölveszünk, vagy nem. Uh-huh. Ugye? Megjött a levél a provinciálistól, és megmondta, hogy megbeszéltem a Jóistennel, és fölveszünk téged. Uh-huh. Milyen érzés volt megkapni a levelet? Óriási öröm. Öröm. Öröm volt. Megmondta, hogy menjek el Belgiumba, ugye a papírjaidot elintézzük, ott a jezsuiták elintézik, hogy téged befogadjanak. És akkor 1950-ben kezdted el a noviciát. Igen, 1950-ben volt egy kis pénzem, úgyhogy el tudtam utazni Belgiumba, az arról, hogy noviciátus ajtaját kopogtatta, és beengedtek. És akkor a novicius mester egy kicsit elbeszélgetett velem. Károly, hogyha mire emlékszel vissza a rendi képzésedben, mi volt számodra a legfontosabb? Nézd, a noviciátusban a legnagyobb nehézség volt, hogy nem tudtam franciául. Hmm. És akkor sokszor én nem tudtam beszélgetni a kollégákkal. És a kollégák azt mondták, hogy te nem vagy szeretetre méltó, nem beszélsz velünk. Hát, fú, az nehéz mit lehet. Mondjak akkor, hogyha nem tudok franciául, hogyan beszélgessek velük? És mit csináltál? Kicsit nyomorútnak éreztem magamat, mert hát nem tudok beszélni a többiekkel. Uh-huh, uh-huh. És akkor meg is mondtam, amikor később találkoztam jezsuitákkal, hogy ha valaki jezsuita akar lenni, előbb küldjétek el valami nyelvtanfolyamra, mert borzasztó dolog a társak közé kerülni, és az emberként nem tud velük beszélgetni. Aztán megtanultál franciául? És akkor a noviciátus végére már megtanultam franciául. Uh-huh. És a noviciátus után akkor a novicius mester elküldött Egenhovenben, és ott végeztem a filozófiát. És a filozófia végén a provinciális azt mondotta, hogy nézd, titeket elküldünk Dél-Amerikába, mert ott nagyon nagy paphiány van. És akkor már akkor mentél Chilébe? Hát nem Chilébe, hanem Spanyolországba, Spanyolországban. Hogy ott végezzem a teológiát. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És Spanyolországban végeztem a teológiát. Ott is szenteltek pappá téged Spanyolországban? És Spanyolországban szenteltek pappá, utána akkor mindjárt
a teológia végén elküldtek Kolumbiába, hogy ott végezzem el a harmadik évet. Kár, hogyha azt szeretném kérdezni tőled, hogy a Dél-Amerikában mi volt a legmeghatározóbb élményed? Egy hete beszélgettünk arról Miskolcon, amikor meglátogattunk, hogy a templomépítésben volt az az élményed, amiről beszélgettünk, hogy sebet kaptál, de miatt még rátérünk arra, mi volt számod a legfontosabb tapasztalat Dél-Amerikában? A legfontosabb tapasztalat, kiküldtek bennünket a környező kisebb városkákba vagy falvakba, hogy tartsunk szent, a nagy heti szertartásokat tartsuk meg. Nagyon sokat kellett gyóntatnom, mert a nép az roppant vallásos volt, ott mindenki meg akart gyónni, mert mindenki szent áldozáshoz akart járulni. És akkor elkezdtük a gyóntatást délután 2 órakor, és nem hiszitek el, de éjjel 2-kor fejeztük be. Ilyen élmények voltak, hogy gyerekek az utcán jöttek, hogy atya segítsen engemet, hogy pap lehessek, hogy bemehessek a szemináriumba. Meg hasonló dolgok, szóval. Voltak hivatások, érintettek. Hivatások voltak, sok hivatás volt. Egy könyvben le is írtad ezt, ha jól emlékszem, egy hithirdető Chilében, ugye ez igen, lett a címe a könyvben? Egy magyar hithirdető Chilében. Egy magyar hithirdető Chilében. Hát elég az hozzá, hogy nagy élmény volt mindig ezek a lelkipásztori munkák a hívekkel. És Chilében ott először a provinciális elküldött a város szélére, ahol ilyen szegény telepek voltak, és ott csináltunk egy missziót számukra. És én örömmel mentem ezekre a helyekre, és a számomra egy nagy élmény volt, hogy ezeket az embereket tudtam látogatni, és összegyűjteni őket minden este, ugye egy héten keresztül, és hirdetni Jézus Krisztusnak. Kár, hogy te mindig ilyen voltál, úgy látszik. Miskolcon vagy az elmúlt évtizedekben, és voltam veled a kórházban, sétáltunk, vagy bármikor elmentünk együtt bárhová, mindenki tudta a neved. Igen, mindenki hát ismert, én megbarátkoztam az emberekkel. Miskolcon. Valójában úgy éreztem, hogy csak így lehet megnyerni az embereket az Úrnak, hogy meg kell barátkozni velük. 72 éve vagy jezsuita, és egy picit, ha lehet, akkor így visszatekintve a bölcsességedre kérdeznénk rá, amit a te tapasztalatodra, hogy ha tudsz így válaszolni erre, amennyire tudsz, milyen egy jó jezsuita, mit látsz, mit mondanál, milyen egy jó jezsuita? Egy jó jezsuita az, aki az Úr Jézust akarja szolgálni, az ő ország helyesebben, nem az Úr Jézus, hanem az ő országát akarja építeni. Ugye ezt várjuk el egy jezsuitától. Vannak jezsuiták, akik nagyon jó szellemi képességekkel rendelkeznek, ő belőlük egyetemi tanárok lesznek, vagy tudósok lesznek. Vannak olyan jezsuiták, akik mondjuk nagyon jó gimnáziumi tanárok lesznek. Vannak olyan jezsuiták, akik hát népmisszionáriusok lesznek. Mondjuk, akik szerényebb képességekkel rendelkeznek, azokból lesznek a népmisszionáriusok. Persze, hát én is ilyen kémia doktorátus után. Ugye, igen. Hát szóval nem voltam egy tudós alkat, úgyhogy hát ezt a feladatot kaptam a rendben, és nagyon örültem ennek a feladatnak, mert úgy éreztem, hogy én erre születtem. Most is olyan vagy, Kerry, hogy bármikor lehet hozzád fordulni, beszélgetni, gyónni. Szerintem fél Miskolc hozzád jár tanácsért, beszélgetésért. Igen. Mit látsz az embereknek, mire van ma szüksége? Nézd, az embereknek szeretetre van szükség, hogy valaki meghallgassa őket, ugye? Uh-huh. És hát útmutatást adjon nekik. Uh-huh. Ugye? Én azt hiszem, erre van szükségük az embereknek. Ha 94 év, ha mit ismertél meg a Jóistenről? Milyen ő neked, milyennek mutatta meg a Jóisten önmagát? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye? Hát a Jóisten, mint szerető atyát ismertem, és hát bíztam benne, és hát rábíztam magamat. Ugye ez volt mondjuk a hivatásomnak a csúcsa, hogy rá tudtam bízni magamat teljesen a Jóistenre, Uram, az legyen, amit te akarsz. Mi segített neked ebben az úton, ezen az úton? Ezen az úton, hát egy-két jó könyv az segített, ugye? Uh-huh. Meg egy-két jezsuitának a példaképe az is segített. Uh-huh. Ki az, aki segített neked, így példakép volt számodra, aki segítség volt neked?
hát elsősorban Tomka atya, uh-huh. aki a gimnázium elején segített. Ugye? Uh-huh. Ha ő maradt volna, akkor ott belépte volna azonnal a rendbe. Igen. Ugye? Kerkei atya nagyon sokat segített. Mert őt meg tudtam látogatni, akkor, mikor már ő ott volt Pannonhalmán, az öreg otthonban. Meglátogattam, és tudtam vele beszélgetni. Egy nagy segítség volt. Milyen volt a benyomásod róla? Mint egy csodálatos ember, aki óriási szív. Uh-huh. Ugye, nagy szeretet volt benne Kerkei atyában, meg a Csávosi atyában is. Uh-huh. Ugye, azokban, ezekben olyan nagy szeretet volt. Árad belőlük a szeretet. Ugye. Én azt gondolom, hogy ezek voltak talán a legnagyobb hatással rám a jezsuiták közül. Mi segít jó közösségben? Milyen a jezsuitáknál a közösségi élet? Mi segít közösségben lenni? Közösségben lenni, ugye az segít, hogy egymás iránt tiszteleteljes szeretettel vagyunk, mert különbözőek vagyunk. Nagyon különbözőek vagyunk, és egymást úgy elfogadni, ahogyan vagyunk. Ugye? És azt megélted? Aki okosabb, azt elfogadni, mint okosabb. Ugye, aki velem egykorú, azt elfogadni úgy, mint munkatárs. Károly, hogy te hogyan szoktál imádkozni? Számomra mindig egy öröm imádkozni. Igen? Együtt lenni a Jóistennel. Például a Szent Mise után, akkor mindig elimádkozom a Tedeumot. Minden Szent Mise után? Minden Szent Mise után. Ugye dicsérem Isten, hálát adok neki. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért. És egy kicsit elgondolkozom, hogy milyen az Isten. Egy kicsit elgondolkozom, hogy kezébe teszem magamat. Uh-huh. Isten kezébe teszem, Uram, mit akarsz, hogy én tegyek uh-huh. ma? Ugye? Tána, akkor jön a közbenjáró ima. Az mindig hosszú, mert jó listám volt. Jó, van egy listád, ami... Van egy listám, akiért imádkozom, ugye? És az a könnyen eltöltök fél órát. És akkor így mondod a neveket, vagy hogy szoktál? Mondom a neveket, és gondolok rá. Uh-huh. És kérem a Jóisten áldását rájuk, uh-huh. hogy segítse őket. És akkor, ha van időm, akkor mindent elmondom. Ha meg nincs idő, akkor, hát akkor rövidebbre fogom. Uh-huh. Ugye? Inkább reggel szoktál imádkozni? Hát reggel, este? Igen. Uh-huh. Reggel lehetőleg a Szent Mise után. Uh-huh. Szóval én mindig későn kerülök a reggelihez. Még reggeli előtt misézel, és utána imádkozol? Én utána imádkozom, igen. Ha azok, akik nézik ezt a jezsuita vlogot, és vágynak az imádságra, mit igen. mondanál nekik? Hogyan kell imádkozni? Hogyan lenne jó imádkozni? Hogy tanítanál te imádkozni, Károly atya? Hogy a Jóisten kezébe tegyétek magatokat, hogy Jóisten szeret benneteket. Ugye miben mutatkozik meg, hogy Jóisten szeret benneteket? Hogy mennyi mindent kaptál a Jóistentől? Ugye jó szülőket kaptál, jó barátokat kaptál, ugye? Akikkel nagyon jó együtt lenni. Téged belül 94 évesen mi foglalkoztat most, Károly atya? Hálaadás. Hálaadás a Jóistennek. Ugye mondjuk a 94 évért, már 95 évért. Bocsáss meg. 95 évért. Hálaadás a Jóistennek, hogy megtartott hivatásomba. Uh-huh. Nem engedte, hogy félrelépjek. Uh-huh. Ugye? A Jóisten ezen a téren segített engem. Egy kísértés megvolt, ugye. És valahogy ő megóvott téged. Tessék, de megóvott az Úr, ugye. Esténként a Miskolcon, amikor ott voltam iskolálkész, és láttunk téged, akkor mindig mentél este futni. Igen. És megálltál, ott van egy lenne egy Mária szobor, ott és akkor ott megálltál, és imádkoztál. Ott mindig beszélgetek, azt most is megcsinálom. Uh-huh. Mit érzékelsz Mária felől, ahogy imádkozol és beszélgetsz Máriával? Nézd, az volt, hogy mikor... Onnan kezdődött, én nem tudom, hogy kaptam én meg ezt a bizalmat mondjuk a szűzanyával, de mikor indultam kifelé Párizsból, ugye, igen. akkor mindig betértem a Notre Dame-ba, és ott vannak ilyen szép szűzanyaképek, és egyik szűzanya szobornál mindig letérdeltem, és akkor... A szűzanya oltalmába ajánlottam hivatásomat, hogy úgy legyen, olyan jó Isten akarja. Mária oltalmába. Mária oltalmába ajánlottam a hivatásomat. Kerül, hogyha a
Beszélnek arról, hogy vannak ilyen, a sebzettségünkből sok esetben fakad az, hogy a maga, aki gyógyít később, ő maga is sebzett. Sebzett gyógyító. Hát igen. Hát én is ilyen vagyok egy kicsikét, mert mondjuk egy sebzettség, mondjuk a nőkkel való kapcsolat, ugye? Ott, hogy egy kicsit engedtem mondjuk ebben, ugye, de ez egy sebzettség, amiben ki kell nőni. Ugye? És akkor hát az Úr Jézus segített ebben, hogy kinőjek ebből, ugye? És kinőttem belőle. És meg tudom érteni azokat a papokat, akinek ez a sebzettségük, és nekem meggyónják ezt. És hogy lehetséges így, Jézus ki tud vezetni bennünket a sebzettségünkből? Persze, hogy lehetséges, igen. Engem a szűzanya az segít legjobban. Hogy írnád le ezt a segítséget, így Máriának ezt a segítségét, ami legjobban segít téged, így kivezetett a sebzettségből? Mikor ugye megvolt ez a sebzettségem, akkor arra gondoltam, hogy kilépek a rendből. És elmentem elbúcsúzni a kápolnába, hogy az Úr Jézustól, hogy hát elmegyek. És ott volt a szűzanyának a szobora. És akkor rátekintettem erre a szoborra, és mint a szűzanya azt mondotta, hogy maradjál, és nehogy ne menjél el. Ez így volt. És a szűzanya visszatartott. És attól kezdve megerősödtem. És képes voltam másokat erősíteni. Tudod, mi a megrendítő kárjátja számomra, hogy ismerve téged, nekünk fiatal jezsuitaként, amikor mi küzdöttünk így ezekkel a témáinkkal, és hozzád fordultunk, te mindig így előttünk voltál ezen az úton, és hogy a te hited, vagy hogy te maradtál, igen, az segít nekünk maradni. Ez nekem megrázó az élmény, hogy a te hűséged, igen, vagy hogy Mária téged segít, igen, valahogy átjön nem csak nekünk, hanem olyan sok emberen, akik bizalommal fordulnak hozzá egy sebzettségükkel. És az most nagyon, ez engem nagyon ez konkrétan érint és megráz most, hogy egy embernek a bizalma, vagy engedi, hogy így Mária segítse, most kihat nem tudom mennyi emberre, rengeteg emberre, vagy a te hited, vagy a te hűséged így érint legtöbbünket a provinciában, meg hát Miskolcon még egyszer, akik téged körülvesznek, meg ismernek. Igen. Hogy nem beszélsz magadról, de mégis a te hited, vagy a te hűségedből sugárzik az a szeretet, amit te engedtél ott a kápolnában annó. Igen, hát a szűzanya szavát, az hihetlen erőt adott nekem. A szüleim azt mondták, hogy maradjál hűségesen. Milyen átélni azt, hogy átmentél ezen, és megerősít téged, Mária? Ez egy misztikus dolog. Úgyhogy ez a szüzanyának adománya. Más nem tudok mondani. Ugye, és én azt örömmel fogadtam. Ugye? Én búcsúzni jöttem, és akkor pont az elekközőt kaptam. Igen. Ugye? Ugye, amiatt is, mert ugye, a spanyol kollégák, azok engemet nem értettek. Ugye? Nem értettek meg. És miért nem értettek meg? Nem tudom. Nem tudod. Még egy utolsó kérdésem lenne, Károly atya. Ez pedig az, hogy akik követtik ezt az adásunkat, keresik az Istent, vágynak gyógyulni, vágynak közel kerülni, átmenni nehezebb időszakokon, vágynak szabaddá válni, gyógyultakká válni az Isten jelenlétében. Mit mondanál most nekik így tapasztalatodból, hogyan bátorítanád, mit mondanál számukra, akik az Istent keresik, és vágynak gyógyulni, vágynak a következő lépésre? Mit mondanál számukra most? Az olyan jó Isten szeret téged, ugyanolyan vagy, ugye, sebzettségedben is, és a jó Isten vár tégedet, hogy hozzá, visszafordulj hozzá. Károly atya, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy előttem jársz, hogy előttünk jársz, hogy példa vagy számunkra a hit útján, a bizalom útján. És köszönöm nektek, hogy követtek bennünket, hogy valahogy belátást kaptok ebbe a szent térbe. Kérlek, vigyázzatok erre.
és használjátok úgy, hogy segítsen benneteket a saját hitetek, a saját gyógyulásotok útján. És akkor találkozunk egy hét múlva, ugyanebben az időben, a Párbeszéd adásban, amikor hát erről tovább fogunk beszélgetni majd, és a regnumiak küldenek majd kérdéseket, várjuk a kérdéseiteket, és várunk benneteket. Ha tetszett ez a beszélgetés nektek, akkor iratkozzatok föl erre a csatornára. Ugye Montserrat Jezsuita blog, hát ez ott van.